Sziasztok fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Egy kicsit beteg vagyok, szóval furcsa hangom lesz, viszont ettől függetlenül úgy voltam vele, hogy ezt a videót mindenképp meg szeretném csinálni, mert kicsit kapcsolódik az előző két videómhoz, és úgy voltam vele, hogy igazából ez lenne így a lezárása ennek a témának, mert az elmúlt időben nagyon sok ilyen típusú videót hoztam. Szóval a mai videónak a témája az az lesz, hogy amikor egy problémával szembesül az ember, legyen az most érettségi, munkahely, család, kapcsolat, bármi, akkor hogyan tud az ember az egyik pillanatról a másikra ezt a negatív gondolkodást átváltani pozitívba. Mivel ez egy nagyon hasznos készség szerintem, ami jó, hogyha az emberben megvan, és jó, hogyha az ember tudja hasznosítani, viszont nagyon nehéz erre átformálni, vagy átváltoztatni a gondolkodásmódunkat. És ezért gondoltam azt, hogy elmesélem, hogy nekem ez hogy sikerült, illetve hogy én milyen dolgokat használok, illetve hogy mi ez az egyetlen egy tipp, ami nekem nagyon sokat segít. Szóval az életben nagyon sokszor van olyan szituáció, amikor az ember egy olyan helyzetbe kerül, hogy felkészül valamire, viszont a dolgok nem úgy alakulnak. És nyilván ez nagyon bosszantó, viszont amikor ott vagy, hogy szembe jön veled egy probléma, akkor nem mondhatod azt, hogy te ezzel a problémával nem foglalkozol, akkor nem mondhatod azt, hogy te ezt a problémát most így hanyagolod, hanem muszáj vagy szembenézni vele, főleg, hogyha ez egy olyan probléma, amit így tényleg nem tud az ember elkerülni. És ezért gondoltam azt, hogy megosztom veletek azt az egyetlen egy dolgot, ami nekem nagyon-nagyon sokat segít. Természetesen nem tudom mindig alkalmazni, hiszen vannak olyan problémák, ahol nem elég ezt alkalmazni, viszont nagyon sokszor ez nagyon sokat tud segíteni. És ugye alapból, amikor jön egy negatív probléma, és ezt a dolgot használom, akkor az egyből pozitív lesz, és teljesen máshogy nézek a problémára, teljesen máshogy érzem magamat, és ez nagyon sokban befolyásolni tudja azt, hogy egyrészt hogyan oldom meg a problémát, másrészt, hogy ámlok, így hogyan élem a mindennapi életemet. Szóval nagyon sokszor ugye van olyan, amikor az ember egy problémával szembesül. Akár ez egy apró, akár ez egy nagy probléma. A lényeg az az, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Viszont nagyon sokszor nagyon szomorúak emiatt a probléma miatt, mert úgy vannak vele, hogy ez egy probléma, és hogy ők erre nem számítottak, és ez hirtelen érte őket, és nem tudnak most mit csinálni. És ilyenkor kell azt a dolgot alkalmazni, amit én most szeretnék nektek bemutatni, mégpedig az, hogy amikor egy olyan dolog jön veled szembe, amire te nem számítottál, hogy egy olyan dolog jön veled szembe, ami hirtelen értéged, és nem tudod, hogy mit csinálj, akkor ne úgy gondolj rá, mint egy probléma, hanem úgy gondolj rá, mint egy lehetőség, mint egy kihívás. És ez nagyon nehéz, mert nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ötös érettségit szeretne, és mondjuk elmegy érettségizni, és kiderül, hogy négyes, és ezért nem veszik föl, akkor ebben ne úgy próbálj belegondolni, hogy akkor ez most egy hatalmas nagy probléma, és nem tudom, itt a világ vége, hanem próbálj meg úgy belegondolni, hogy ez egy lehetőség arra, hogy valami új dolgot csináljak, illetve ez egy kihívás arra, hogy ezt a kihívást azonnal megoldjam. És ez azért nagyon jó, mert hogyha úgy nézel egy dologra, hogy ez egy probléma, akkor a következő dolog fog történni. Megtörténik a dolog, és úgy nézel rá, hogy ez egy negatív dolog, ez egy probléma, ez egy teher, én ezt nem tudom megcsinálni, én ehhez nem vagyok elég okos, nem vagyok elég tapasztalt, nekem már nincs időm, mert nem úgy sikerült a dolog, ahogy én akartam, és egyből bejön ez az áldozat szerep, amikor az ember úgy van vele, hogy miért történik ez velem, stb. Viszont, hogyha úgy nézel erre a dologra, hogy ez egy lehetőség per kihívás, akkor igazából saját magadat challenge-eled olyan módon, hogy oké, megtörtént ez a dolog. Hogyan tudok ebből a dologból magamnak jót csinálni? Egy lehetőség. Én ezt a lehetőséget most megragadom. Nem sikerült az érettségi? Akkor elmegyek dolgozni. Elmegyek utazni. Jövőre újra próbálom. Másik egyetemre jelentkezem. Stb. Annyi lehetőséged van, és igazából, ha úgy tekintesz rá, hogy lehetőség, és hány darab ajtó nyílt most ki, amiket mind ki tudok nyitni, és be tudok menni, és ott vagyok vele, hogy igazából teljesen megoldottam a problémát, mert úgy néztem rá, mint egy lehetőség. A másik pedig, ugye, ha úgy nézel rá, mint egy kihívás, ami ugye azt jelenti, hogy igazából így belegondolsz abba, hogy oké, ez a probléma per kihívás, ez azért van itt,
mert nekem ezt meg kell most oldanom, és én képes vagyok arra, hogy ezt a problémát kezeljem. Ha nem lennél képes arra, hogy ezt a problémát megold, akkor nem lenne az életedben ez a probléma, hiszen az élet nem arról szól, hogy neked nehezebbé tegyen, hanem te ezzel a kihívással valamit tanulni fogsz. Oké, nem sikerült az érettségi. Ez egy kihívás. Hogyan tudok belőle tanulni? Hogyan tudok belőle jobb lenni? Legközelebb mit fogok máshogy csinálni? És úgy gondolsz bele, hogy oké, olyan sok mindent megcsináltam már az életemben, miért pont most ennél a problémánál hagynám abba, amikor eddig minden egyes kihívást meg tudtam csinálni, és most itt van ez az adott dolog, és ezt a dolgot is meg kell csinálnom. Képzeld el azt, hogy minden egyes probléma egy kihívás, és mindig, amikor el tudod érni ezt a dolgot, amikor meg tudod oldani, akkor bővül a listád. És gondolj bele, hogy minden nap bővül ez a lista. Minden egyes nap kipipálod, ezt is megoldottam, ezt is megoldottam, ezt is megoldottam, és minél több dolgot tudsz kipipálni azon a listán, annál magabiztosabb leszel, mert vissza tudod nézni azt, hogy oké, ezt a dolgot is túléltem, ezt a dolgot is megoldottam. Tehát olyan szinten önbizalmat tud neked ez az egész adni, hogy konkrétan a nap végére olyan magabiztos leszel, hogy tényleg tök mindegy, hogy mi történik, az a lényeg, hogy én ezt a problémát megoldottam, mert nem úgy néztem rá, hogy ez egy probléma, és akkor én most negatív vagyok, és hogy miért történik ez velem, és hogy persze vele ilyen nem történik, hanem úgy nézel rá, hogy oké, ez a dolog, ez itt van egy ok miatt, hogyha nekem ez egy lehetőség, akkor én ezzel nyerni fogok, és nem tudom, tényleg tök jó lesz egy évi vesz, és ezt csinálom, vagy ez egy kihívás, és ebből tanulni fogok, viszont akkor hozzá tudom adni ezt a kihívást ahhoz a listához, képzeletbeli listához, amit eddig építek, ami azért van, hogy saját magamban megerősítsem azt, hogy igenis képes vagyok erre a dologra, igenis meg tudom csinálni, és ez nem azért történik, hogy engem lehúzzon, ez nem azért történik, hogy nekem rossz legyen, hanem azért, mert én ezzel vagy nyerek, vagy pedig tanulok belőle. Úgyhogy én azt tudom tanácsolni így a videó végére, hogyha tényleg valamivel úgy érzitek, hogy nem tudom, problémátok van, vagy nem megy, akkor szimplán váltsátok át azt a kapcsolót a fejetekben, és ne úgy gondoljatok rá, hogy ez egy probléma, hogy ez egy negatív dolog, ez egy akadály, hogy ez nekem most miért van itt, hogy ezt nekem miért kell megcsinálni, hanem gondoljatok bele abba, hogy ez itt van egy ok miatt. Nekem ez van egy lehetőség, ami egy teljesen másik ajtót fog kinyitni, vagy pedig egy tanulság és egy kihívás, ami két dologért jó. Egyrészt azért, mert tanulni fogok valamit, lehet, hogy erősebb leszek, lehet, hogy okosabb leszek, lehet, hogy tapasztaltabb leszek, lehet, hogy megismerek valakit, illetve a másik dolog, amiért jó lesz, az pedig az, hogy hozzá tudom rakni ehhez a képzeletbeli listához, és akárhányszor úgy érzem, hogy nekem valami nem megy, akkor emlékeztetem magamat arra, hogy van egy ilyen képzeletbeli listám, amit én túléltem, és ezeket a dolgokat én túlléptem rajtuk, és ezek miatt a dolgok miatt vagyok ott, ahol vagyok, és ahol vagyok, az mindig jó, hiszen éppen boldog vagyok, tehát megérte minden az, amin én túlmentem. Köszönöm szépen, hogy megnézték ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, remélem, hogy egy kicsit át tudjátok váltani az agyatokat, főleg így az érettségi előtt, és tényleg nem problémaként ránézni a dolgokra, hanem lehetőség vagy kihívásként. Ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, hogyha nem szeretnétek lemaradni több ilyen videóról. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!